Ez a történet a könyvtárban kezdődik. Anna iskola után általában könyvtárba ment. Monzennéni, aki itt dolgozott, szintén nagyon szerette a könyveket. Monzennéni már majdnem ötven éves volt. Ennek ellenére, monzennéni és anna igencsak összebarátkoztak. Mindketten erősen rövid látók voltak. Amikor anna olvasáskor levette a szemüvegét, olyan közel kellett hajolnia a könyvekhez, hogy az orrával megérintette a lapokat. Amikor senki más nem volt a könyvtárban, Anna és Monzennéni versenyeztek, hogy kilapsz gyorsabban. Eleinte Monzennéni nyert, nem sok időbe telt azonban, míg Anna lett a gyorsabb. Ez annak köszönhető, hogy neked sokkal hosszabb az orrod, mint az enyém, mondta Monzennéni, és úgy tett, mintha megharagudott volna, de persze csak játékból. Monzennéni ugyanis szinte mindig kedves volt. Egyik nap azonban, amikor Anna bement a könyvtárba, monzennéni szomorúan üldögélt a székén. Miért szomorkoc monzennéni? kérdezte Anna. A könyvek miatt felelte monzennéni. A sok könyv miatt, amit senki nem akar kikölcsönözni. Vannak olyan könyvek, amiket senki nem akar kikölcsönözni? kérdezte Anna. Vannak bizony. Elég sok ilyen könyv van. És ezeket miért nem veszik ki? Mert nem tudják, mit hagynak ki. Felelte néni halkan. Skolár, zseniális, mint az olvasói.